A videót a notebook.hu támogatta. Hogy mi a jó Isten ez a hatalmas nagy monitor? Hamarosan lesz róla videó, viszont most üdvözöllek titeket, itt vagyunk a következő RP-ben, végre az első igazi bevetés vagy mi, úgyhogy remélem vártátok már, jó szórakozást! Viszlát, uraim! Viszlát! Vigyázzon az esőmösekkel! Hallottam ám! Nyugodtan adhatsz neki egy napot! Már elírom neki még egy gyorsan, nem viccel. Akkor találkozzunk az irodába. Irodába? Oké. Te meg akkor kövess valakit, Oszkár. Oké. Na vigyázz magadra, Rachel, dumcsi majd. Oké, te is, szia. Bye bye. Csak beadjuk már ezt az autót, te. Csak tankolnom kell rohadtul. Hűha! De undorít az az autó. Na mindegy, megyünk akkor, nem tudom mit szeretnének. Valami biznisz. Meglátjuk, de én egy tankolást előtte beadok, mert ha ezt nem adom be, akkor kifogyik. Felcsatlakozunk a rádióra is. Itt Tobi, érkezem, csak gyorsan tankoltam. Oké. Na ezt most vettem, bocs a késésért, csak majdnem kifogyott teljesen. Mindjárt egy pillanat, vissza a Diego-ig. Oké. És a srácot is bevettük, Oszkárt. Nem maradtam itt a dolgokról, mert mindjárt jönnek többiek. Jó van, oké. Most már felfrissült szervezettel állok itt. Na, jó van. Kicsit ki kellett engednem a rossz energiákat a csakráimból, mert... Azaz. Annyi autót vettem, annyi hülyével találkoztam, hogy ez valami hihetetlen. Az a durva, hogy egy 14.500 dolcsis autót sikerült a hölgynek eladni. És hát jelenleg úgy csinálom egyébként, hogy nagyjából nekem hasznom nincsen rajta, hanem csak visszakeresem a pénzt és a hasznot azt a hölgy megkapja, így kezdő bátorításképpen, hogy így ösztönzés, de nagyon jó úton halad ahhoz, hogy igazából én bejárok majd néha, veszek autókat, eladok, de hogy a nagy részét tudja majd ő vinni, úgyhogy nagyon örülök neki. Ez tök jó. Ezt jó kigondoltad amúgy. Ez így. Nem jó. Gondoltam volna, hogy ilyen talpra esett csajszit találok amúgy. Nagyon értelmes a minden, sokat nem beszéltem vele, meg nem... Nem is ismerik szerintem még annyira egymást, most találkoztam vele elsőnek. Jó arc, nagyon. Aha. Meg egyébként volt, amikor őt is már elrabolták a pirosak. És azt is egész jól kezelte utána. Írt SMS-t róla, beszéltünk is róla személyesen, szóval hál' Isten nem tántorodott el attól még a csontos kártól, mert hogy őt is elrabolták egyszer. Úgyhogy igen, örülök neki. Egyébként erősen gondolkodom, hogy ezt az autót, basszus, én megtartom. Jó, amúgy. Az a helyzet, hogy ez egy majdnem full tuningos autó, eléggé lealkuttam az árát. Lehet feketére le kéne festeni, azt megtartani, mert nagyon jó autó. Ez nem dölöngél, mert a Dodge-om az valahol a súlypontja szerintem a tetején van, és úgy dölöngél. De ez nem. Ezen hanyas a csomi, ennek is 100-as. Ez egy jó kérdés. Ründonnyi. Hát figyú, állj ide, azt nézd meg, mert én már bele se látok, mert annyira kész vannak a szemeim. Hát szemre kicsinek tűnik. Igen? Mekkora? 10 liter. Az baj. Az egy kicsit. Szerintem elnéztünk egy nullát. Lehet, hogy hát az lehet, valószínű. Igen. Hát nem tudom nekem, megmondom őszintén, a Dodge az jobban tetszik kinézetre, de hát nem tudom, szerintem ez fasz ez az autó, lehet, hogy megtartom a rohadt életbe. Valami újonnan 10 vagy mennyi, és benne van egy csomóféle tuning, turbótól elkezdve minden, és valami 8500-ért vettem, vagy mennyiért, szóval ilyen pár ezer dolcsi hasznom lenne rajta, ha eladnám. Hát szerintem többet ér megtartani, hogyha úgy vagy vele, ha kibővítik a csomagteret, akkor meg pláne. Hát, majd szerintem beugrok a szerelőkhöz, szólok ez érdekből, hogy nézzék már meg.
Figyelj már, nincs véletlen egy kajád. Olyan bőszen eztek itt, hogy annyira megéheztem. Jaj, nagyon szépen köszönöm. Elég, köszönöm. Csak elfelejtettem boltba bemenni. Akármennyire dolgozok az étteremben, én is mindig elfelejtem. Meg is. Mihez lenne kedvetek, srácok? Egy jó kis autólopás, vagy mondjuk egy ékszerrablás? Autólopás? Hajjaj. Ki mire szavaz? Mondjuk néztem közben a kis ketyerémet, 7 rendőr van, lehet, hogy veszélyes lenne az autólopás, mert mi csak 5-en megyek. Én... Jaj! Hoppá! Mert ugye... autót lopunk, akkor az a minimum, hogy... Ugye a sofőr mellett van egy ember, aki tud lőni, ha szükséges. És akkor már ott vagyunk, hogy csak 3 ember van motoron. Igen. De mi van, Tobi? Minden rendben van, csak... egy ilyen érdekes pozícióban feküdtem most le, és... Úgy érzem, hogy a vér az most folyik a fejembe. Aminek nem sok logikai értelme van, de higgyétek el, hogy egyébként nem rossz. Én egyébként, hogyha így lehet a kettő közül választani... Én nagyon szívesen megpróbálnám ezt az ékszeres témát. Nem tudom ti, hogy vélekedtek erről. Jó. Annyi előnye van, még nem csináltam autólopást, tehát nem tudom, hogy fizet, meg mit fizet. De azt tudom, hogy az ékszer az tiszta pénzt ad, hogyha eladjuk az ékszert. Én benne vagyok mindegyikben. Én is igazából, rátok bízom. Na, hát akkor nyomjunk egy jó kis ékszert. Jó. Jó, oké. Csináljuk úgy, hogy felöltözünk, megtankolunk, mondjuk nekem nincs kajám, szóval én Daniel boltjába veszek. És elmegyünk az ékszerhez, közel megmutatom, hogy hova szoktuk gyűjteni a túlszokat. És akkor Oscar fog majd vigyázni a túlszakra, és hozzá fog tárgyalni. És figyú, van túlszakhoz autótok egyébként? Motorokkal szoktuk. Ja, motorokkal? Jó, nem tudom, úgyhogy én ebben most... Ha leugrik, akkor fejbe kell lőni a picsába. Oké. Mindig el szoktuk nekik mondani, hogy legyen méztartásuk. Viszont be kell vallanom valamit, aminek Diego lehet nem fog szörülni, de megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy hova a jó Istenbe került az én fegyverem. Úgy emlékeztem, hogy beraktam a csomagtartomba, de ott nincsen. Majd utána járunk. Csak mondom, hogy na mindegy, majd erre ránézek, hogy biztosan... Nem, de én jól láttam, és nem volt ott. Na mindegy, ez csak egy ilyen kis valami. Jó, na menjünk, akkor öltözzünk fel. Okay. Igazolványokat tegyük le. Papírokat, hogyha vannak nálunk. Minden papírt tegyünk le, hogy a rendőrök tudjanak minket azonosítani 100%-osan. Ha engem elkapnak, vagy Tobit, az mondjuk probléma. Mondjuk tárgyalós téma, húha. Ha nem szeretnél, akkor... Tárgyalhatok. Megszoktam, hogy te tárgyalsz. Tárgyalok én. Itt tudod Oscar a kulcsokat felvenni, cserélgetni. Te még nincs kulcsod, ugye Tobi? Nincs. De akkor adok oda neked fegyvert, meg ideadod az igazolványaidat, akkor berakom én neked a széfbe. Oké, egy pillanat, akkor azt át is adom. Azt mondja, van egy személyem, meg van egy vezetői engedélyem. Adok oda neked pisztolyt. Parancsolj, köszönöm szépen. Egyértelmű Oscar-t tudsz átöltözni. Nekem nem adtad ide. Egy pillanat. Hány golyós a Heavid? Azt hiszem 50. Aha, szuper. Na akkor én kipisztítottam a golyóimat a Vintage-ből, mert itt volt nálam, elfelejtettem. Nem baj. Milyen pisztolyt veszünk? Nem maradtam, bocsánat. Heavid. Vit? Jó. Oké, most viszont átadtam, ja, parancsolj. Vegyél ki Heavy pisztolyt, Oscar. Rendben. Papírjaim? Fú, azokat a szépbe rakd be mindent. Várjál, vissza kell menjek a kulcsi, mi? Hát, kárteles kulcs kell.
Ó, bazd meg. Mi van? A rablós ruhán nincs meg a izé. Nem baj, nem baj. Jöhetek a feketébe? Az nem baj. Hát Tobi is abban jön meg, már nem húzok az időt. Jó, jó, jó. Ja, kéne másik ruhának lenni, mi? Majd lesz, ha majd azt ja, jó. Jó, akkor Daniel boltjához én indulok, veszek kaját, meg veszek ki pénzt. Én is veszek kaját, mert nekem sincsen. Fú, hogy rökök, hogy izgulok. Jön a motor, Tobi. Oké, bejelöljük itt a csávónak a boltját. A lista tetejéről vegyél majd Manchester Oscar, mert ezek full tuningosak. Oké. Szerintem megyünk is, mi mit szóltok. Fontos, hogy túszok közelében valódi nevet ne mondjunk ki. Én közben elindultam a bolthoz. Ön mi is? Ja, jó. Nem tudom, ti erre a név, hogy nem mondjuk egymás nevét, erre mit találtatok ki? Én egy ilyen nemzetközi halloddal oldom meg a dolgot. Mi is általában úgy szoktuk meg, hogy mondani a iskolónak aztán egy. Egyszerű és napszerű. Meg általában a táskáink számát szoktuk használni, úgymond kódnévnek. Tankolok. Veszünk 5-öt ebből. A kútnál van egy arab maszkos pali. Motorral. Aha. Menjünk kúthoz? Arab maszkos pali van a kútnál motorral. Már lehet, hogy nincs. Ha ott van, elkapjuk. Jaj, gyerekek! Mi? Jó van, mi eddig tankolunk, srácok. Jó, hogy elkezdem átlapogatni itt a gúrjemben, a lázát, megnézem, mit találom a rendről. Felfele haladok. Akkor a zöld ruhásnak meg is tudom mutatni, hogy hova kell a túlszakat rakni, és vigyázz el. Most találok itt a telefont, kiveszem az úrnak sebből a telefont, kiveszem belőle az akkumulátort, jó messzire eldobom. Az összetör, majd veszem egy ember másikat. Akkor elveszek itt egy gyors kipizőt a táskámból, ráteszem a bal kezére, ráteszem a jobb kezére. A rendőrök nehogy megálljanak itt tankolni, mert most volt szállítás. Rendőröket hallok. Kipizőt a kezére, itt hátulnyúlok egy kézzel. Kezét megkötötted? Meg. Jó, még nem menj el a túszta, várjál, többiek tankolnak. Nekem is elálltanak. Kész vagyok. Mondjuk fogom a pisztolyt rá, biztos se kedvét. Feltünk. Merre mennek? Még úgy közben azért nézzük meg a csontos állat, ha van ott egy ember, kettő. Arra megy? A csontoshoz megyünk? Kárhoz. Csontos kár. Úgy. Mindenki megvan? Én mindjárt már csontoséknál vagyok. Jó, csak már itt hárman vagyunk. Én vagyok hátul. Nem tudom, mennyi túsz kell ám. Új, srácok! Oké, megyünk utánuk, az majd lesz valami. Ajjaj. Srácok! Itt a bankot nézzük, meg itt van egy kocsi. Fent egy ember. Most jön ki. Jó, uram. Itt van a kezét. Kérem. Uram. Vagy a
szépen a kezét. Kurva kannát el kéne dobni. 5-20-ra lesz szükségünk. Már van 3. Oké. Okay. Őket le is tehetjük, vagy? Igen, igen, majd a zöld ruhások vigyázz rá. Igen, igen. Jó, megyünk utánuk, srácok, az majd lesz valami, hát mit tudom én. Soha nem csináltam még ilyet. Hú! Ez így estén? Alapvetően... ez így egy... Oké, mondjuk nem olyan hosszú ez a meló, de akkor is azért nagyon durva, hogy... Ték az jönnek az izék csontos károsan is. Lesegítem a motorról az ura. Úgy néz, és akkor mondom, mi lesz kedves túlszak. Ide jönnek, rendben. Szépen leülnek a bőlnek. Értetem. Állok, nem vagy? Te ülem állok. Mindenki ül. Akkor ül. Mindenki ide ül. Mi túlszöz? Jó. Akkor azt mondja, hogy lehajolok magának egy közében sárga ruhását. Megkötözöm a két lábát, szorosan löveszek még egy. Már csak kettő túszkel, srácok. A lábai. Jó. És akkor izgulok. Ez a séma, kötél le magának is, megkötözöm szorosan a lábát. Na még kettőre lesz szükségünk. Jó van. Oké, merre menjünk? Hát nem tudom. Nézzünk szét a fő publik környékén mondjuk. Már mondjuk például lehet, hogy pont nem kéne mennünk, mert fegyverszállítás lesz egyébként. Mondd még egyszer, mi lesz? Fegyverszállítást most írták ki. Aha. Akkor menjünk az étterem környékére. Oké. Okay. Előttem egy olajszállító, igen. Lehetünk rá. Az a baj, hogy annak ki kell lőjük a kerekét, mert azt nem fogjuk tudni megállítani. Nem baj. Megállt ő magától, két ember ül benne. Nagyon jó. Másikat valaki csinálja, mert akkor eddig hát tartom el fegyvert. Igen, igen, jövök, tartom rá a fegyvert. Az úrnál van egy telefon. Telefon, csináld, kötözd meg! Várjál már, mert elszublimált. Itt van. Na, itt van az úr, jó van. Életben van, csak hallgat. Megkívülik az úr, de... Szirénák vannak. Jönnek itt autókkal ketten. Várjál, nem biztos, nem várjál. Biztos, hogy baj, ez kőszállító, jó, vagy valami ilyesmi. Jó, kamionok, nem baj, nem baj. Hagyd menjenek. Egyre erősödnek a szirénák, csak mondom. Mentő jön erre. Ja, mentő lesz az. Csak mentő? Nem tudom, hogy hova mentek, vagy hova mentünk az előtt. És amint a túlszoktan, akkor ezt a kettőt bevisszük az ékszerbe. Egy ember ott marad velük, a többit majd átvisszük. Jó, csak itt húzós volt. Egyszer leszállt. Úgy egyszer mentős majdnem megöl. Az komoly. Jó fasz. Vigyázzunk, már nem tudhatjuk merre járnak itt a rendőrök. Szerintem velünk szemben az rendőr volt. Bocs, hogy nem pofázok, de legalább nem mindig azt hallgatjátok, hogy dumálok. Oké, és hova hoztuk? Ugye? Ó, még egy túsz. Szállj ki. Megvagy. Szálljunk ki, uram. Hozhatjátok ide az ékszer, ez most a csak azt hittem, el fog futni. Nem értek semmit, mondja. Autóval.
szépen elveszük a telefont tőle, eldobjuk jó-jó messzire. Kiveszem a táskám a gyors kötözőt, hátrahajtom az úrnak a kezét, megkötözöm a kezét, felültetem ide a motorra, megfogom állni, segítek. Üljön fel. Ahó. Uram. Hozzátok be a bányát. Várjuk. Kérem, sietne? Jó, én az enyémet letettem már. Ékszerbe kell hozni most már a túszokat. Jó, akkor nem hallgunk ránk. Az mit jelent? Valaki jöjjön be az ékszerhez, túlsz, az oda megyek. Megyek. Jössz a motorom én? Ott hagytam. Jó, szépen elengedem az urat. És megkérem, hogy üljön le. Zöld ruhásunk, te meg vagy a túlszakkal? Na. A bányászul, mi a probléma? Valahol még mindig lövöldöznek. Még fontos, hogy jegyezzük meg, hogy ki melyik motorra van, ugyebár. Azt hiszem enyém volt az a legszélső. Jó, jobbos. Jó, ez mellette az enyém. Ami a balos, ugye? Így van, így van. Csak meg leszünk. Rátankolok azért tiédre is. Köszi. Ilyenkor azzal az autóval ott nem szoktatok arrébb állni, vagy semmi? Ott hagyjátok? Hát, majd a rendőrök intézi. Ja jó, csak azt hittem be tud segíteni valami barikádba, vagy bármibe. Most, hogy mondod? Megkérdezem akkor itt bent. Elég ott beletankoltam. Okay. Főnök? Tupi, hm? Kint, ami áll, ez a... Kérnek az urak, ami jön inni. Az a kamion, azt ne hozzuk elrébb valami barikádnak? Nem kell, nem. Oké. Okay. Az a rendőröknek átláltatás. Zöld ruhás, meg vagy? Igen, minden oké. Okay. Hány túsz van még ott? Minden én. Akkor... Egy ember még jöjjön már velünk, vagy... Megyek. Igen. Akkor jól lesz. Merre? Nem tudom, hogy hol tettük le őket, az a büdös nagy helyzet. Ja, valahol itt. Aha, itt bent. Egyre jobban érzem ezt a motort. Kikötözöm magának a lábát. Mindig magának, és itt kikötözöm a lábát. Köszönöm, már szorított. Köszönöm. Magának is kikötözzük. Úgy, az akkor a maszkosnak is. Felsegítem innen. Akkor jöjjön egy-egy csak. Úr jöhet a motorra. Jöjjön csak, felsegítem erre a motorra. Mindjárt jövök vissza hozzá, zöld ruhás. Oké, oké. Lesegítem az urat. Jöjjön csak, és akkor vezetem oda befele. Menjen csak nyugodtan. Bántódásuk nem fog esni, hogyha nem csinálnak semmit. Oda legyen kedves leülni a többi ember közé. Fogalom bácsi. Folyamatos lövöldözések vannak, ez micsoda? Na már terrorista túsz is van. Szép. Menjek még én is vissza? Vagy mennyi van ott? Már jók vagyunk. Oké. Okay. Kinek van szüksége tankolásra, mert az fontos. Megtankoltam az én motoromat, meg itt a mellettem lévőt. Ez is itt meg van tankolva. Ugyan rátankoltam arra is. Rendben, egy csecsemú van. Zöld ruhás. Merre vagyunk? Ékszer üzlet, gyere. Mehet be a túszt. Hogy állsz tankolásra az zöld ruhás? Majdnem teliben. Jó, akkor én elmegy gyorsan tankolok. Nem fog semmi bántatásuk esni. Itt leszek. A temetőnél lévő benzinkútnál. Ha baj van, akkor szólok. Uh-huh. Jöjjön oda. De régen, amikor okay. Mi pakoltunk ki bankokat.
van az idő. Aha. Főnő, az enyémet melyik oldalra tetted? Van egy az jó kérdés. Mert itt van egy jobb szénén. Nem tudom. Már nem mindjárt oda megyek és megmondom nekem. Jó. Ez az enyém, ami közelében van most. Vagyis hát, ja, majdnem. Nem kell valamelyikben még tankolni? Van nálam kanna. Jobbról, vagy mi? Igen, jobbról a második lesz a tied. Jó. Tehát az egyém a középső. Nem, ez itt. Amelyik ja, nálam. Aha, jó. Ez meg itt az egyém a középső, úgyhogy akkor megvagy. Ja. Ne, ráadj itt az úr. Jöjjön. A terroristát tessék lelőni. Jöjjön le. Lőjék rá a terroristát most. Jézus Isten. Na, még muzsika is szól, nagyon jó. Muzsika? Én nem hallok muzsika. Én sem. Lehet annyira jó hangulatban van, hogy már kimzelődik is. Jaj. Na most mi lesz, srácok? Mert én még soha nem voltam ilyenbe, csak szerintem ők nem tudják. Lőni sem tudok igazán. Meg ilyenek. Hát már ilyen bén szemén is vagyok, képzelődök, hogy itt. Húha! Lezárva. Na jaj, srácok. Én képzelődök, segítség. Jézus Isten. Önön nincs jó kihatással ez a hablás. Életem első igazi rablás a profikkal. Valaki biztos nagyon érdeklődne. Hat. Darab. Hát az unokám. Több emlékszem, nem? Nem hiszem. Hát de várjál. Négy volt a helyünkön, ugye? Aztán kettőt még hoztunk ide. Az már úgy hat. Meg volt még itt a bányász, az már a hetedik. Tehát akkor egy eltönt. Bányász, ennyi. Nincs is itt bányász. De az úr, aki most jött. Ja, így maradtam. Aki nincs felső. Igen, ő bányász. Őt kaptuk itt el. Meg ugye elkaptuk a két urat az olajszállítóval. Tényleg. De én csak hármat kaptunk el. A helyünkön nem csak három volt? Ja, igen. Jó. Tusztárgyaló jönni fog most, srácok. Ujjaj. Tobika. Ide találnak olyan még a szervek ma? Hát, ez nagyon jó kérdés. Úgy látszik, nem vagyunk fontosak számukra. Biztos ilyen rendőrbicikli. Jó, taktika. Képzelhető. Ha gondolták volna itt a betörők, szívesen odaállok a dömperre. Aztán akkor nem tud bejönni senki. Hát, csak mi se tudunk kimenni. Ez nem szükséges, van hátsó ajtó. Én ennyire nem ismerem ezt a helyet. Ugye itt dolgozott a unokámnak a férje. Na bejött a közmunkára. Jó esélyt, kedves uram. Parancsoljon, nézze meg a túlszakat. Valaki előtte nézze meg a ruházatát. Jó, hát nézem itt a ruházatát az úrnak lentről felfele. Nézze itt a rábszárát. Köszönöm vagyok, uram. Van nála rádiós telefon, igazából tisztelőd. Na jöjjön, kedves uram, tegye le a kezét nyugodtan. Nem valat hiszem. Hogy csodás túlszunk van. Ahol látom, hogy érzik magukat, uraim? Az egyik szerintem hát lehet, hogy cserélni kéne a felnőtt perenkát, de minden rendben. Az egyik szerintem az Al-Qaida tagja, mert ilyen fura maszk van rajta. Igen, látom. Valamelyikük egy olyan kilentést tett, hogy rabolt bankot. Igen? Bank, melyik volt az? Nem tudom, hogy melyik volt. De kinek van nagy fasz, ki vallja be? Én most jöttem Váhosba, én nem hallottam, amit valaki mondta. Jó, tényleg ő új itt a városban. Van a beszélgetés. Értjük, rendben. Na jó van, uram, szeretnék a friss levegőn tárgyalni magával. Persze, nyugodtan lehet róla szóra. Szuper, egy kicsit bűnös van éppen. A kollégám kijönne velem itt, aki itt van, hogy ne legyen probléma a fegyvertélem. Elijesztette a honaj szagával itt a rendőrhúvat. Huha, majd itt. Vannak ilyen fenyegetések, hogy nem mozdulok. Az idegrendszerem már fenyeget. Mozduljon meg nyugodtan. Hogy? A levegőt kicsit kéhen mozgassa meg, mert már itt áll a szag. Hogy? Nyugodtan keljen fel és mozogjon egy kicsit. Már újraindul a keringési rendszerem. Igen, nehogy aztán itt
mély vénás trombózisa legyen. Az biztos. Szipozzunk egy kis benzin szerintem. 6 túsz van oda bent az ékszerüzletben. Az első túszért 500 dollár készpénzt szeretnének. Nézést, megtenni, hogy egy kis híd a helyből, vagy összekötötték a lábat? Igen, nem igen, látom, civilek, mind a hatan civilek. Valami van rajta eltakarja. Az egyik mi? Az alkaida tagja szerintem. Valami, azt a választ kaptam, hogy 250-et adni. Ja jó, oké, okay, és jó, akkor rosszul emlékeztem, nem lenne. Na, akkor látom, egy túszért 250. Egy, így darab. Épp egy, így van. Igen? 500-ra emlékszem. Mindegy. Nem, azt nem szabad. Rendben, rendben, rendben. Ugye a város szabályzat, aztán azt le akarom tudni. Rendben, akkor annyiba módosul a kérés, hogy első túszért 250 dollár készpénzt kérnek. Teljesíthető? Bárkinek valami szóljon, rendben vettem. Az első kérés teljesíthető. Szuper. Félek a menekülésről, hogy elnecsesszek valamit. Álljon fel egyszer, aztán jön vissza. Köszönöm. Kérek a szükséget, hogy eljárás. Megyek utánuk, azt ennyi. Egy túszt készítsetek az ajtóhoz, de még ne jöjjön ki. Ki az az első önkéntes, aki szeretne jönni? Egy valaki. Kérem szépen azt az kis ilyet nagyon. Akinek is haga van. Akkor jöjjön, aki szeretne. Jöjjön ide szépen lassan. Az ajtó felé megyünk. Bocsánat, bocsánat. Jöjjön csak nyugodtan, annyi, hogy még ne menjen ki, csak az ajtó előtt legyen kedves megállni. Jó, rendben. Elég jó, ott rendben lesz, köszönjük. Na, szuper. Rablások voltak, vagy mi történt? Volt rablás, igen, amit sikeresen kedves uram, azt szeretném megkérdezni. Igen, uram. Hogy vezérkaritag van-e a rádiójukon? Van, igen, uram. Jó. Akkor legyen szíves, rádiózza be, ezt üzenem én, a túlszágyaló. Hogy a pirosokat megszorongattuk, az egyiknek levágtuk a fülét, és kitéptük két körülét, a másikat meg megrugdostam, meg megfenyegettük őket, ezt legyen szíves közölje le a vezérezetesnek. Jó uram, közlöm a rádión. Számomra. Itt a túlszágyaló a vezérezetes úr felé szeretné egy olyan megjegyzést tenni, hogy mai nap folyamán ők kicsit megpiszkálták a pirosokat. Egy tajszámot kérhetek? Tegnap előtt pontosítok, tegnap előtt hát kicsit megpiszkálták a pirosokat, az egyik pirosnak levágták a fülét és úgy megrugdalták a bordáit picit. Meg kitét két körmét. Hogy két körművel kell sem van az egyik kezén, uram. Hallok itt egy motort. Nem tudom, valami csak így kérték, hogy továbbítsam önfelé. Mert tudom, hogy probléma van a... Hopp, ott bujkálnak, látom én, kis huncutok. Huncutkák. Jó van, szuper. Vette. Búj, hogy Katya. Köszönjük szépen a... Szuper, még fogunk találkozni a pirosokkal. Üzedzist. Ha kell, akkor mindegyiknek ráhányzott a lét. Szuper, akkor azt mondja, hogy hány túszunk van még? Öt, igen. Jó. Akkor azt szeretném kérni. Kettő darab ér. Egy pillanatot. Meg kell ellenőrizzem. Én nem egy csiki-csukiznak itt magukán. Sztrókot kapok helyen. Kettő motor van az most. Tudom, hallom, megláttam. Na, azt szeretném kérni. Kettő, azaz kettő darab túlszért, hogy innen a bányász autó mögött lévő útszakasznál vegyék fel a szöges drótot, és távolabbra ne tegyék le, tehát vegyék fel, és ez legyen is felvéve. Illetve jó. Itt, a lépcső tövéből is, a szöges útakadályt, mindent. Jó, rendben, továbbítom a kérését. Szuper. Akkor továbbítanám a következő kérést. Itt, ahol a ékszerüzlettől jobbra áll a bányász autó, és ahol áll a Ford terepjáró. Igen, uram? Persze, nyugodtan, hogyha úgy érzik, hogy már elzsikott a túsz elszublimált, és bizonyíthatom, hogy tényleg elszublimált, uram. Ha visszaérkezik, akkor küldjük azonnal. Jó, rendben, uram, akkor ez... Akkor igen, mindenképp ki lesz küldve, igen, uram. Bár a csillogó szemeimben nem látom, hogy érkezne vissza a városba. Ja, megoldjuk, uram, semmi probléma. Jó, szuper.
Akkor mondanám a következő kérést, ahol áll a Ford terepjárunk, ott kérnék, hogy tisztítsuk meg az utat abba az irányba teljesen, tehát szöges drótot, útakadát, és az autóval is járjunk el onnan. Az autót nem mondtam, uram. Az autót nem mondtam. Az majd a következő kérdés. Jó, rendben, az autó maradhat. Tehát a jármű maradhat. A szöges drótot és az útakadát távolítsák el, kérem. És ugyanígy a ékszerüzlettől a másik irányba a lépcsőnél is ugyanaz a kérés lényegében, hogy az útakadályt és a szögezdrótot távolítsuk el. Teljesíthető a kérés, és ezért két túszt kínálnának fel. Egyet adunk előre. Azt az információt kaptam, hogy három túszért teljesíthető a kérés. És ha egyet előre adok? Azt mondják, hogy három túsz és egyet előre. Hát az a probléma, hogy szűkösen vagyunk, uram. Értem én a problémát. Probléma. Azt kérdezze már meg, hogy ha egyet előre adunk, kettő, túsz és egyet előre, hogy akkor teljesíthető. Rendben, uram. Na, mi lesz itt? Változna a kérés, hogy kettő, túszt kínálnak ugyanúgy, és egyet előre hát, odaadnak. Hát tudok, hogy új ember kérdezi? Itt teljesíthető a kérés. Próbálnak elkapni nagyon. Nem akarnak engedni. Lassit, ahol nem akar válaszolni. Igen, uram, és még a lépcsőtől itt az ékszerülettől balra, és egy túszt odaadnak előre. Vettem. Kérés teljesíthető, igen. Köszönöm szépen, akkor túsz úr, jöjjön, legyen szíves. Mehet a rendőr urat az. Indul az egyik túszt. Mehet, uram, futás, hiszen... Ezt még szeretné hallani. Na mi a következő? Kíváncsi vagyok már. Hoztok egy túszt ki, jöhet is ki egyben. Egy túsz jöhet velem. Jöjjön maga itt. Itt a bőrkabátos úriember. Uram. Hát akkor maga jöjjön. Rendben. Jöjjön. Csak egyetlen egy. Csak akkor egy. Akkor menjen uram. Jöjjön erre fel az ajtó fele nyugodtan és menjen is ki. Nem sokára végzünk. További szép estét, elnézést a kellemetlenségért. Mehet a rendőre, uram, mit lehet, uram? Három túsz van még, ugye? Igen. Szuper. Na uram, akkor mondom, a következő kérést. Mondom, hogy mi lesz összesen maradék három túsz és a menet. Mehet. Tehát igen. Kettő túszél. Azt szeretném maguktól kérni, hogy az ott lévő egységek, tehát a kamion mögötti motor is, igen. Illetve az az autó is, hogy nem tudom, hogy hol van a többi. A lényeg az, hogy az az út szakasz ott a kamion mögött teljesen járműmentes legyen. Igen, és uram. Hát felőlem állhatnak ebbe az utcába, abba az utcába, vagy ott a harmadik utcába, de az az út, az tiszta legyen. Rendben, uram. Ez kettő túszél. Igen. És az utolsó túszsal pedig azt szeretnénk, hogy biztosítsuk a testi épségünket. Ő ki fog velünk sétálni, eddig a kis, látja ezt a virág. Beton lófaszt itt előtt. Igen, igen, látom. Hú, srácok, mindjárt akció lesz. Elteszik a fegyvert. Hogyan lehetne? Basszus, de izgulok. Rendben, uram, értettél. Továbbítom a kérését. A kamion mögött, ahol áll a Ford, azt az utat teljesen nyissuk meg az uraknak. Tehát onnan a jármű álljon el. Teljesen mindegy. A motor is teljesen mindegy, hogy melyik utcában, csak abban az utcában ne ott álljon. Ez két túszér, és a harmadik túszér pedig annyit szeretnének az urak, hogy ide a sarokig, tehát teljesen szabad utat, ami itt van velünk szemben, ez a betonvirágálvány. Tehát odáig az urak kisétálnak, hogy kifurulnak a motorra, és mikor elérik azt a pontot, el fogják engedni a harmadik túszt is. Teljesíthető a kérés? A sublimált túsz megjelent. Igen, uram. Igen? Akkor ő mehet is. Jó vaj! Igen, akkor jöhet kifele. Jó van, uram? Itt ő lesz. Igen, uram, még ő lesz az? Igen. Tehát nem is, ne is legyen, uram. Te is csináljunk semmit, meg kell várni még ide a sarokig. Tegye fel a kezét, hogyha hall engem. Engedni a harmadik túszukat. Fusson ki a rendőrökhez. Fusson ki. Futás. Bevettem. A kérés teljesít. Fusson ki. Látom, az uram. Úr nem tanul meg semmi, gyerekkorában. Esetleg vigyem el odáig, vagy mi? Megsüketült, uram.
Nem probléma, nem probléma. A szellemtúszunk közben visszaérkezett, de úgy néz ki, hogy meditál. Nem meditál, csak süket, nem hallgattam. Nem aha, értem, értem. Egy rendőr ide jöhet érte, hogy kivigye, vagy nem tudom. Te, ha megoldtad, akkor kiviszem én oda. Ne, te ne vigd oda. Nem kockáztatom. Ne menjek ki. Jó, hogy bár. Akkor felveszem, tudod? Hát én ezt magának ide kihozom, aztán majd ön elviszi, vagy nem. Kihozták ide nekem a sublimált úszukat. Sükert, nem tudom. Fusson, uram, futál! Jó messze van ott a izénk, motor, basszus. Már egy kicsit, szerintem. Ott is kettő, három, merre kéne menni. Jó volt a kérések, uram? Igen, uram, igen, uram, teljesítették is a kérést, amit láttak az autóval. Szuper, maga szeretne részt venni az üldözésben? Miért, uram, mit szeretne? Hát, megvárom, akkor még maga is elfárad az autókhoz, és írnak egy felhívást, hogy készen állnak. Az én autóm itt áll a sarkon, uram. Mi kell messzire futnom? Hát csak megvárjuk, míg beül az autóba, megadjuk magunknak az esélyt. Rendben, uram, lehet róla. Akkor nem tudom irányítani a motort, hova? Írjanak, hogyha készen állok. Rendben, uram. Arra kérnének még minket, uraim, hogy eltávozzak én is innen majd a bolttól, ügyek be egy járműbe, és mikor elérnek a sarokra, úgyhogy ezt adjuk ki, mikor felkészültünk a üldözésre, és el van távolítva minden útakadály, akkor ők elindulnak a ékszerboltból a harmadik túszal, és akkor innentől virágállványtól indulhat a buli. Nem indulhat, egyik túsznak megy a repülője nagyon gyorsan, és annyit kért, hogy... Mehetne, vagy valami? Mehetne, mert lényegében szabadul. Csak akkor választom még egy másikat a utolsó helyet. Akkor a túlszakinek gyorsan kell menni az utás kifele a rendőrökhöz. Alkaid a maszkos, te is mehetsz ki a rendőrökhöz. Elindul az egyik túsz. Fú, srácok, nagyon izgulok, basszus, olyan púzusom lehet. Ezután biztos iszok egy sört. Mehet ön is, uram? Elindul a másik túsz is. Külve sem uram. Uram, akkor a... Igen, még maradj itt. Akkor a néma túsz azt viheti magával, meg akkor mehet maga is, és akkor majd írjanak egy felhívást. Rendben, uram, köszönjük a lehetőséget. Nincs mit. Na. Elindulok én is. Sárga kanátos kolléga. Hancsolja. Túsz nem viszi. Bassza meg, dobbálna arrébb a túszt. Rakd oda a padhoz. Ezt az urat elviszem magammal. Hát igen, jó, köszönöm szépen. Mindjárt mondom sárga kabátos úr, hogy mi lesz a séma. Csak nyugodtan. De mindenki üljön fel a saját motorjára, maga pedig álljon ide elém. Húha. Srácok, nagyon oda kell figyelnem, han. De iszkulok, nem akarok csalódást okozni. Arra figyeljünk, hogy egymásnak ne menjünk. Próbáljunk cikcakba közlekedni, hogyha egymás vagy a véletlenségünk közünk. Egyenesen. Jaha. Srácok, beizgulok. Szép lassú, lassú sétán szeretem, vagy egy napon? Séta, séta. Szegod tovább, az követem őket már, mint megpróbálom. És hát srácok, ennyi volt ez a videó. Ne vicceltem, na vicc. Szóval... Még megy, jó? Mondtam az elmen. Ha minden jött, igen. De ha rannak jelződik, akkor megjelent minket. Na, kedves uram, akkor mehetek én, tehetek meg. Egyenesen, tehát arra fog menni. Húha! Látunk? Ott volt a motor, után nem fog jönni szerintem. Kilőttek. Nem lőttek ki, hanem szöges volt felvéve. Nem vették fel a szöget. Mi a fasz? Nem volt felvéve, ja. Geci. Hogy vagytok? Merre vagytok? Mögötted. Jó, váljunk szétzöld ruhás.
Oké. Okay. Beugrottam egy házba. Kinek lőttél? Én is. Nem lőtték ki, szöges nem volt felszedve. Akkor kinek durrant ki? Nekem. Nekem is. Nekem nem, de megvagytok, tudtok menekülni? Harti rendőr jött ránk. Vigyázz, fentre. Ki van mögöttem? Geci, ezek rendőrök. Faszomat. Tartom a nagykapot, aki itt van velem. Csak mögéd, meg melléd figyelj a bokrokra. Oké. Okay. Srácok. Visszajött az autó, hallod? Kiüldözi rendőr a keletire. Hallottam. Figyelj mindenfelé. Te meg vigyázz magadra. Mi az végcél? Azba itt hagytuk a motort. Meg van mindenki? Igen. Én még nem tudom, hogy leráztam el a rendőrt. Jó, szóval rajta még itt van egy. Most vagyok a borászatnál mindjárt. Halt még egy rendőr. Lőttek a rendőrökre? Aki jön fel és ugrik be ide a házba, azt lövünk mindenkit. Mi? Bementetek a kecónkhoz? Nem. Jó, másik küldje, ház. Jó, küldjél fordítjuk, hol megy. Ezt kérjük és nem teljesítik. Mi értelme kérni bármit is? Kaptad? Igen. Most jövök le a borászattal. Ó, igazából itt egy mentős, nem tudom mit keres itt. Előj rá. Elment. Mentős nem bántam. Nem bántam, csak hé, ne nézelődjön. Jön mögöttem egy cross motoros, az ki. Itt van. Látod felettem? Nem. Hazadobom az X-et és megyek oda. Hol vagy? Azt ki, de itt van felettem és kurva rossz helyen vagyok. És be fognak keríteni. Itt vannak mindannyian. Talán elmegy a mentős. Kusba kéne lenni, srácok. Ja, Istenem. Mellettem lövő meghalt. Kifeküdt. Nem tiszta a terep, csak azt hiszi. Ami szapó. Az lenne a legjobb, nem tudnának felszedni. Halt még egy. De jó lenne, nem szednének fel. Hú, de jó lenne. Ki az ott fent? Ki van itt? Jönnek még. Jönnek be a házba. Sietek, mert itt vagyok a kecóba, lerakom az égszert és megyek. Ketten jönnek rám. Baszki, és őt is leszették, ezt nem hiszem el.
maradhat életbe, srácok. Rahat életbe. Nem láthatok az óra, amit szemben láthatok a sérülést, az a baj. Nem tudom, hogy gondolja az úr. Igen, megnézem az úrat, mi újság vele. Vagy kollégát lássak el hamarabb? Nem tudom, hogy a kollégám van. De őt azt hiszem elkösülöttem egy párszor. Jól emlékszem. A kolléga még itt a mentős úr, itt még a... Igen. Menj a kollégához? Igen, megkérdezik. Megyek. Jaj. 30 másodpercen belül mindent el fogunk felejteni. Hűha. Tudok tudna segíteni az egyik urat átmutatni, mivel egyedül nem volt kapacitásom egyszerre kettőkre figyelni, úgyhogy az első. 10 másodperc, srácok. Az egyik úriembert már átmutattam. 5 másodperc. 2, 1. Úristen, de nem emlékszem semmire. Atyaisten, hogy élettünk mi itt, basszus? Jézusom, mit csináltunk? Találtam itt egy szerződést. Mi van ráírva? Nem tudom. Atyaisten. Te is most lettél jobban. Én nem értem, mi történt. Mi történt itt velünk? Nem tudom. Atya Istenem. Na jó, de hova kéne menni? Mit keresünk ebben a ruhában? Nem tudom. Ebben nagyon nem kéne, én úgy tudom, hogy kint lennünk így. Hát akkor itt leszek egy kicsit. Fogalmam sincsen, itt voltunk baszki beöltözve. Várj el akkor. De mondom, hát tudom, hogy ebben a ruhában nem szabad ide tolatok, lenni. Ide tolatok és üljetek be. Jó. Oké. Na menjünk gyorsan. Oké. Menjünk gyorsan. Maszkodat vedd le a kocsiba, aki elölül. Hogy francba kerülted ki, de basszus? Nem tudom, mindketten itt voltunk egyből. Mondom, te mi a szart keresel itt? Megnéztük a ruhát, mondom, menjünk be a pokolba, bazzeg, mert ebben meglát valaki. Basszi meg, akkor szarul sült el a rablás. Nem emlékeztek semmire? Nem mondjam. Nem. Jézusom. Akkor, milyen rablás? Akkor dőljetek hátra, és nyugodtak legyetek, jó? Oké. Ékszer volt ott a boltunk. Uh-huh. Nagy volt a feszkó, és annyit mondott hozzá, hogy itt vagyunk a házban, jönnek a rendőrök, és annyit mondott mindig, hogy egy halt, kettő halt, jön kettő rám, és én meg infóztam, hogy megyek az ékszerrel haza, és megyek segítek, de oda mentem, és már csak üres magára hagyatott motorok voltak ott. Jézusom, gyerekek, én... Tegnap még, vagy mit tudom én, melyik nap még autókat adtam el. Mondtam, hogy fizetés kiegészítés. Baszki. Libevétel. Na hát mindegy, vannak ilyenek. És hogy kerültél a mentő állomásra? Én lehorzsoltam a karomat, felforultam motorral. Aha. És, de nem volt bajom, szóval... Azért mentem be gyorsan a mentőshöz, civilbe. Köszönöm, eltöltöztem szépen. Az örökölt fegyvert magamhoz vettem, mi sem történt volna, és mentem oda. És bazeg, ahogy kijöttél, a mentőautóval rendőröket hoztak. Aha. Zsebbel. Csak megláttalak ott, mondom, mi a jó Istent keresel itt. Mentem én is a ellátást kérni. Ingedbe. Én egyből mondtam, hogy menjünk a bokorba. Szörnyen mondjuk, fáj a fejem. Hát azt elhiszem, de legalább nem kaptak el titeket a rendőrök. Hát az bebaszna. Hát a rend... Úristen, ne is mondj ilyet. Figyelj, a legegyszerűbb, én ezt már kitaláltam magamnak. A legegyszerűbb az, hogyha téged elkapnak a rendőrök.
akkor azt kell mondani, hogy ezek az alakok megfenyegettek, illetve pénzt ajánlottak, hogy te segítek nekik. Akkor is fogsz kapni büntetést, bűntárs miatt, de kevesebbet. Igen, és mondom, hogy nem tudtam, hogy mibe visznek bele. Ja. Várj, itt van nálam a személyid, meg ilyenek, azokat az adom. Az is itt maradt? Persze, azt beraktuk a szépbe mindent. Köszönöm szépen. Atya Istenem. Hát mondjuk így a fegyvereket elbuktuk, de nem baj, majd csinálunk. Úgy is kell nem sokára. A zöldeknek is, akkor csinálunk magunknak. Jó. Hű, basszus. És amúgy az volt a baj, hogy valahol nem maradt a szöges és belementetek. Nem, én menekültem egy darabig, de jött utána egy motoros. Azt nem tudod, ki volt? Mondjuk azt láttam, hogy te mész, de azt tudom, hogy kettőtöknek, hozzé, meg neked, vagy Danielnek, nem is tudom, de kettő motornak biztosan kijutott a gumia. Hát nem tudom, én nem emlékszem erre. Nekem így utoljára az az emlékem van meg, hogy valaki megszivatta Rachelt, hogy küld neki SMS-t, aztán én elköszöntem tőle. Az a hülye hozzé volt. Ja, Istenem. Aha. Jó, 230 X-et kihoztam, tehát nincs probléma. Az igen. Ez jó hangzik. Mondjuk azt most már érdekes lesz elvinni, mert azt hiszem 20-essával tudjuk vinni. De várja, te akkor tulajdonképpen el tudtam menekülni? Persze, hibátlanul elmenekültem. Csak egyszer meghorzsoltam magam, mert leestem a motorral, de akkor már nem volt rajtam rendőr, szóval az volt a szerencsém. És te... mennyi idő telt el? Mert hogy te már itt izébe vagy, Hawaii Digibe, már autóval jöttél, éppen... Fú, várjál, megnézem, mikor küldte hozzá az SMS-t. 20 perce küldte az SMS-t, hogy hol vagy. Jó, nem, nincs több kérdésem. Értem. Hát jó, oké, és akkor a többiekkel mi van? Vagy mennyien voltunk? Nem tudom. Még rajtunk kívül Daniel meghozé. Aha. Hűha. Megkérdezném, hogy tetszett első bevetésetek, de nem sok emléketek van. Figyelj, nagyon jó volt, tetszett. Köszönöm a fuvart, tulajdonképpen ennyi jött eszembe. Fél órányi sötétség. Szagoltuk egymás seggét ott a bokorba, baszki. Izgalmas volt, ja. Hát jó, akkor nem tudom, hogy van-e lehetőség, vagy maradjunk, vagy menjünk, vagy mi legyen most. Hát most egyelőre az ékszereket nem adjuk el, mert veszélyes. Persze, csak hogy... Majd ezt legközelebb. Hogy várjuk meg a többieket, nézzük meg, mi nem van tudom. Vagy... Szét kéne nézni egyébként, hogy... Jó, hát akkor nézzünk. Egyébként változott a rádiófrekvencia, mert valószínűleg a rendőrök megnézték tőletek. Figyelj csak, én a bokorban, miközben ott szagoltam a kedves mellettem lévő úrsegét, aki, bocsánat, nem jut eszembe, találkoztunk már? Oszkár. Olyan, ott találkoztunk az előbb a csontoskával, vagyis később, na mindegy. Szóval egy szerződést találtam, egy adásvételi szerződést találtam a bokorban. Igen. Ennyi, tulajdonképpen. Csak hogy azon kívül nagyon más nincsen nálam, úgyhogy nem tudom, hogy a rádiófrekvencia az most miért létjogosultság. Gondolom akkor most... Azért, mert hát ugye valószínű, hogy rendőrök fejbe lőttek titeket, ezért kisebb probléma volt veletek, ezért a mentősök ugye a megfelelő eszközökkel és gépekkel ugye helyrehoztak titeket, ezért van egy kis emlékezet kiesésetek, és azért fontos a rádió, mert valószínű, hogy elvették tőletek, és meg is nézték a frekvenciánkat. Értem. Rafkósak. Jó. 491, de már kiírtam a falra egyébként. Jó, oké. Oké, és akkor most nézzünk szét. Várjál. Azt hiszem van plusz telefonunk. Talán. Crazy. Ahogy emlékszem, tettem be ide telefont. Ja igen, van telefon. Akkor várj, adok nektek telefont. Meg rádiót is. Ó, köszi. Végre. Atya Isten, mennyi SMS jött. Köszönjél, hogy egy telefon.
Neked rossz kár. Köszi, köszi. Rádió is, tessék. Köszik, ja. Az irataimben maradtak. Igen, igen, azokat mindenki beretéli a szívbe. És akkor mennyi lesz a... 491. Oké, oké. Ja, szuper. Várj, nyomok rá egy tesztet. Valaki használja ezt a rádiót? Ti akartok fegyvert hozé venni? Hozé írt. Hozé. Hamarosan nyit, arra írt a bakalóhoz, akkor menjünk az étteremhez. Biztos. De várj, lesz. Várj, várj. Hozé benne volt. Ő is, igen, igen, igen. Aha, értem. Ő de akkor ő mi a szart keres ott? Hát nem tudom. Ja, jó. Eltűnt. Most vagy elengedték a rendőrök, vagy ő is kómába került, és nem tudom. Megyünk akkor az étteremhez, srácok, ennél jobban nekünk ez most nekem nem tört. Nekem kell tankolni. Nem történhetett volna nekünk ez ennél jobban. Nagyon nem. Fúr istenem, de jó sikerült ez így. Index. Hoppá. Az index. Hoppá. Ajaj, micsoda driftek voltak ezek itt tőlem is. Ugye ez egy biciklis. Ó! Oh. Ez nem hozé? Alsó gatyába! Ez ki? Ez... Jó gyerek, te mit csinálsz? Ülj be, kis pucér seggeddel. Hűha, jó, akkor... Mi a szar? Akkor ne menjünk az étteremhez? Hát, én majd lehet elnézek, hogy kell-e anyagot, hogy ézéjánot tölteni, vagy nem. Jó, akkor más nem is keresünk? Hát akkor srácok, én azt hiszem lehajtom a fejem, mert ez egy kicsit sok info volt nekem mára. Oké, és jó pihenést. Nektek is, hello. Hello, hello. Hű, de jól sikerült ez most nekünk, és nálunk az ékszer. Úgyhogy srácok. Innen folytatjuk mindent. Hello, hello, szevasztok. Itt van a vége, videó vége, nyomjál egy like-ot, thumbs up. Itt van a Soundfield, azt hiszi végre, elkeni az alap száját. Nem érdekel, hogy mit gondolsz, mert nem volt rövid a videó. Inkább menjél, azt osszad meg, mindenkivel, mindenhol. Nekem ez jó, neked ez tetszik, ne tagadd most már, valljad be. Hogy? Ez lett a number one, a felső polcról kaptad meg. Jövessél Instán, follow, itt lesz neked a zárszó. Lehetsz te báró, lehetsz te László, csávó, fekete pákó.